Az ukrán hadseregnek sikerült lecsökkentenie az orosz erők támadó potenciáját a Donetsk régióban, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök csütörtök esti videóüzenetében. Katonai vezetőkkel tartott megbeszélését követően azt mondta, hogy a hadsereg minden tőle telhetőt megtesz a harci dandárok ellenálló képességének erősítése érdekében. Mindemellett elismerte, hogy a helyzet továbbra is rendkívül nehéz a Donetsk megyei Pokrovsk és Kura a az augusztus elején indított Kurszki betöréssel kapcsolatban azt mondta, hogy a műveletnek köszönhetően Oroszország kénytelen volt közel 40 ezer katonát átcsoportosítani a keleti frontvonalakról, az ukránok pedig hadifoglyokat is ejtettek egy későbbi fogolycsere érdekében. Zelenszki beszélt arról is, hogy a légitámadásban egy ember életét vesztette Szumi egyik idősek otthonában. Volodimir Ártyuk, a régió kormányzója Tévéműsorban TV műsorban egy halottról és kilenc sebesültről számolt be. Az idősek otthonában több mint kétszázan tartózkodtak.